A 2011 évi költségvetési koncepció tárgyalása során a két bizottság megállapította, hogy az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátása az elsődleges cél, valamint biztosítani kell a pénzügyi stabilitást és tovább folytatni a fejlesztéseket. A pénzügyi stabilitás érdekében mindent el kell követni, a kiadások csökkentésére, tehát olyan pályázatokat kell megvalósítani, mint például be van adva pályázatba fűtéskorszerűsítés önkormányzati intézményeknél, illetve mint például a Magashegyi Centrum, amely tudjuk bevételt hoz az önkormányzatnak. Már csak az ügyrendi bizottság tárgyalta a képviselőtestület 2011 év első fél évére vonatkozó munkarendjét. Itt megállapításra került, hogy januártól júniusig vannak olyan napi rendek, előterjesztések, melyeket kötelező jelleggel kell tárgyalnia a testületnek. Ilyen a 2011-es költségvetés, melyet február 15-ig kell elfogadni. Ez egy bizottság által megtárgyalt napirendi pont, melyet majd a testületülésen a képviselőtestületi tagok fognak majd javaslataikkal kiegészíteni. Szintén az ügyrendi bizottság tárgyalta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását. A módosítás magában foglalja az aktív korúak támogatásának változását. A jogosultak kötelesek a lakókörnyezetük rendbetartására, tehát ez alatt értjük a lakás rendben tartását, a kert megművelését, a lakóingatlan előtti járda és zöld felület rendben tartását. Tehát ezt kötelező jelleggel beépítettük az önkormányzati rendeletünkbe. A Városüzemeltetési Bizottság elsősorban díjemelésekről döntött. Ezt a döntést a város anyagi helyzetének tükrében hozta meg a bizottság, valamint a Zemplén vízmű és a zempléni hulladékkezelő is a bizottság elé tárta a jövő évi díjemelési javaslatát. A vízművek a taggyűlésnek a döntése alapján hozta be a bizottság elé a javaslatot, ami azt jelenti, hogy 10%-os lakosság, illetve 3%-os közületi díjemelés várható. A ZHK ez az első olyan év, hogy most nem infláció alatti emelést jelentett be, ami 2,8%-ot jelent. A bizottság döntött a közterület és piacfelügyelet további működésével kapcsolatban is. Önálló intézményként megszűnik, de a feladatait, illetve a természetesen a létszámot és a személyeket is, akik most is itt dolgoznak, ez úgy érinti, hogy átkerülnek a város ellátó szervezethez részben, illetve a létszám másik fele pedig a műszaki osztálynak a felügyelete alá kerül, és azokat a funkciókat, illetve feladatokat, amit elláttak, így megosztva fogják a későbbiekben elvégezni.